A járványügyi helyzet miatt az emberek nagy része több időt tölt otthonában, az éttermek, szórakozóhelyek korlátozott nyitvatartása, majd bezárása miatt megnövekedett a konyhában sütéssel, főzéssel töltött idő. A tűz keletkezése szempontjából a konyha az egyik legkockázatosabb helység. A tűzhelyen felejtett lábasból kifutó forró olajtól, zsírtól lángra kaphatnak a berendezési tárgyak. A túlhevült olaj pillanatok alatt meggyulladhat, a lángokat az edényre helyezett fedővel vagy nedves rongyal lehet megszüntetni, az olajat aztán hagyjuk lehűteni. Semmiképpen ne próbáljuk a zsíradékot vízzel eloltani, ugyanis az égő olajba jutó víz azonnal gőzzé alakul, és szétveti a lángokat az egész konyhában, azok égési sérüléseket és komoly tűzkárokat okozhatnak. Idén márciusban egy debreceni lakás konyhájában a tűzhelyen felejtett étel égett oda, a lángok átterjedtek a páraelszívóra és a konyha bútorra is, a tűzeset során egy ember megsérült. Április elején Budapest 16. kerületében szintén kigyulladt egy családi ház konyhája, ott is a berendezési tárgyak és bútorok égtek. A mentők két embert vizsgáltak meg a helyszínen. A hónap közepén egy debreceni lakás konyhája gyulladt ki, ott szerencsére senki nem sérült meg, de a család otthona lakhatatlanná vált. Tavaly csak nem 1200, idén eddig 350 konyha vált a lángok martalékává. Évente átlagosan több mint 6500 lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, idén csak nem 2700 alkalommal vonultak ilyen jellegű eseményhez. Az otthonokban bekövetkező tűzesetek legfőbb kiváltó oka a sütés, főzés közbeni figyelmetlenség, az elektromos berendezések nem rendeltetésszerű használata és az ágyban dohányzás. Tavaly a lakástűzek 17,8%-ban összesen 1168 alkalommal a konyhában csaptak fel a lángok. Idén ez az arány 12,8%, 344 eset. Az előző évben 5-en vesztették életüket konyhatűzben, és 143-an sérültek meg, idén pedig 10 ember sérült meg, egy emberen pedig már nem lehetett segíteni. Az otthoni tűzesetek pár egyszerű szabály betartásával megelőzhetőek. A tűzhelyen készülő ételt soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Tartsuk készenlétben a tűzoltó készüléket a konyhában. A kenyérpirító, a kávéfőző és a főzőlap környékén ne legyen éghető anyag, érdemes hőálló alátétet használni. Ne engedjünk gyermekeket, hogy sütés-főzés közben a nyílt láng közelében játszon. A meggyulladt olajat, zsíradékot soha ne próbáljuk vízzel oltani. Helyette egy fedővel vagy vizes konyharuhával takarjuk le azt. Körültekintően elhelyezett füstérzékelővel még kezdeti stádiumban észleltetheti a tüzet. Ha úgy ítéli meg, hogy képes a tüzet eloltani, akkor haladéktalanul kezdjen neki. Az ilyen esetet is be kell jelenteni. Ha nem biztos abban, hogy a lángokat egyedül el tudja folytani, azonnal értesítse a katasztrófavédelmet az egységesen 112-es segélyhívó telefonszámon.